Tears. Sok szempontból kipróbálgattuk magunkat, sok stábbal dolgoztunk, de van egy kedvenc nagy stábunk, amivel nagyjából hát három videóklipünk készült velük, az egyik az Amazon, a Naked Man, ami ugye meg is jelent a Music Channel, és ez a harmadik. És velük szeretünk nagyon dolgozni, de hát Magyarországon nehéz minden videóklipet nagy stábbal kivitelezni, úgyhogy ez ilyen kísérletezős időszak volt, és hát mint tavaly augusztusban megnyertük a Veszprém Műtze Zene Fesztivált, és akkor abból a pénzből valósítottuk ezt meg. Nagyon kevéssé vállalunk kompromisszumokat, és nagyon-nagyon olyan stílusokat ötvözünk, meg olyan zenéket és dalokat írunk, ami talán egy kevésbé emészthető, és kevésbé populáris, mint azok a zenekarok, akik folyton szólnak Magyarországon. Úgyhogy ahhoz képest szerintem nagyon próbálunk aktívak maradni, és aktívan kitartani emellett. De hát mindig van feljebb. Fontos, hogy írjunk magyarul dalokat, de nem úgy fogjuk írni a dalokat, hogy kitaláljuk, hogy akkor a következő magyar lesz. Szóval nem erőltetjük ezt a magyar dolgot, hanem szerintem most a mostani elképzeléseink szerint ez úgy fog működni, hogy van egy ötlet, és megnézzük, hogy ez most magyar vagy angol. És ez nem biztos, hogy egy jó koncepció, de azt gondolom, hogy most még mi is így keresgetjük a dolgainkat, meg az utat, hogy most pontosan merre felé megyünk, és nem akarunk semmit erőltetni. Kalandor maradni, meg anyát, aki meglépett, fásul tekintet mögött brilliáns elméket. Nagyon sok rapper barátom van, és nagyon sok időt töltök velük, és azt gondolom, hogy nagyon jó szövegeket írnak. Lesz még, biztos vagyok benne, hogy sok dalban repetét. Durván busapista mániás vagyok, kiskorom óta, szerintem zseniális. A csávó egy zseni. Úgyhogy ez is az én saram, mert én, nekem ez egy ilyen nagy gyerekkori álmom volt, hogy egyszer lesz egy busapistás dal, mert szerintem az egyik legjobb szövegíró Magyarországon, és tanítani kéne irodalom órán a csúnya szavakat is. Az légy, aki vagy, tudom, nem ez a divat. Osztod a posztokat, lopod a pózokat, de ki az eredeti, és ki a másolat? Mondd, hová lett a saját gondolat. Abban a stílusban, amit mi képviselünk, amit nagyjából nem is nagyon tudunk megfogalmazni, hogy mi is ez a stílus, abban ez is egyfajta teljesítmény, hogy folyton új dalokat próbálunk írni, azokat kiadni, azokkal kijönni. Úgyhogy egy iciket, picikét sem vagyunk elkenődve, sőt nagyon motiváltak vagyunk, sőt egyébként egyre motiváltabbak vagyunk, mert most már nem nagyon tudunk elképzelni olyan problémakört, amit nem tudnánk megoldani. Így emberileg, zeneileg, zeneiparügyileg, szóval most már azt gondolom, hogy ez egy masszív dolog marad.